Tapolca. A közel 20 000-es lélekszámú kisváros 12 kilométerre fekszik a Balatontól, a róla elnevezett vulkanikus hegyekkel határolt medencében. A szépen felújított belváros és a Balaton közelsége csábítja a hazai és külföldi turistákat. A város talán legismertebb látványossága a közepén elhelyezkedő festői szépségű malomtó. A víz mindig is fontos szerepet játszott a település életében. Az itt felszínre bukkanó melegvízű forrásokról, az utóvulkáni hévizek által vájt csodálatos csónakázó tóról kapta a szlovén nyelvből származó Toplica nevet. Jelentése hévíz, meleg víz. A vízben a város jelképévé is vált fürge csellehonos. Ezt a kis halat a város másik nevezetességében, az európai hírű tavasbarlangban is megtaláljuk, bizonyítva a kapcsolatot a tó és a barlang között. Tapolca alatt több kilométer hosszúságú barlangrendszer húzódik. A szarmata mészkőben kialakult természeti ritkaság egy szakaszát nem a turisták, hanem a légzőszervi megbetegedésben szenvedők látogatják. Ez Magyarország egyik legrégebbi gyógybarlangja, melyet 1925-ben fedeztek fel kútásás közben. A II. Világháború alatt óvóhelyként működött. 1959-ben definiálták azokat a fogalmakat, amelyek a krónikus, nem specifikus légzési betegségeket foglalják magukba. Ezek az asztma, a hörgőgyulladás, bronchitis, valamint a tüdőtágulás, amelyekre a föld alatti klíma kedvező hatással van. A télen-nyáron 13-15 Celsius fokos levegő és a 90% fölötti páratartalom jótékony hatással van a fent említett megbetegedésekre és tüneteiknek enyhítésére. 1960-68 között klímaméréseket végeztek a barlangban. A 70-es évek elejétől kísérleti jelleggel, 78-tól pedig már folyamatos gyógyító munka folyik. Nagy előnye a tapolcai barlangnak az ország többi gyógybarlangjához képest, hogy a városi kórház része az alatt terül el, így a diagnosztikai háttere biztosítva van. 1994-hez viszonyítva az ambuláns betegek száma megháromszorozódott. Az ország különböző részeiből évente már 6000 beteg fordul meg a tapolcai kórház barlangterápiás osztályán, melyből 450 a fekvőbeteg. A vizsgálatok bebizonyították, hogy a magyar lakosság legalább 20%-a szenved valamilyen túlérzékenységben. Táplálék okozta allergiában, bőr, légúti, gyógyszer, valamint rovarcsípés allergiában. Ezeket a problémákat a külső agresszív körülmények még tovább súlyosbíthatják, amelyek származhatnak atmoszférikus szennyeződésekből, foglalkozási ártalmakból, sőt az életmódból is. Dr. Szabó Tibor, az osztály vezető főorvosa, több mint 30 éve foglalkozik az allergiás megbetegedések kezelésével. A probléma ott van, hogy ezek a megbetegedések részben a diagnosztikus, részben az ipari ártalmak, részben a mezőgazdaságból eredő környezeti terhelés következtében minden populációban, tehát a gyermekkori populációban is a számuk drasztikusan növekedett. Saját adataink szerint a gyermeknépességnek az előfordulása például a nyári időszakban az össz megjelent beteg közül csaknem 30%-ot tesz ki, tehát ez ugye azt is jelenti, hogy valójában nagy beteganyagról van szó, vizsgálatot illetően, terápiát illetően és utógondozást illetően, tehát valójában népegészségügyileg fontos betegcsoportot foglal ez az allergiásnak nevezett betegségek csoportja magában. Az asztma következményei 30-40 évvel ezelőtt olyan súlyosak voltak, hogy a betegségben szenvedő ember életét 15 évvel is megrövidíthették. Mára a korszerű diagnosztikának és a kezeléseknek köszönhetően ez az idő másfél évre zsugorodott. Rendkívül fontos, hogy gondos bajmegállapítással, a nemzetközileg elfogadott terápiás ajánlásokkal, és természetesen olyan orvostechnikai eszközökkel állapítsuk meg ezeknek a betegségeknek a körét, a fajtáját, a súlyosságát, amelyek az egyén szempontjából
a terápiával együtt, amelyben mi nem csak a gyógyszeres terápiát, hanem a barlangterápiát is beleértjük, meg tudjuk változtatni ezen betegségek lefolyását és kimenetelét. Elsősorban az iparosodott régiókból érkeznek gyermekek és felnőttek a terápiára, de az ország más részeiből is jönnek a szakorvosok által beutalt betegek. A szakma tehát elismerte ennek a tevékenységnek a diagnosztikus, terápiás elemeit, beleértve a barlangterápia hatékonyságát is, hiszen ez egy komplexitás képez ennek a betegségnek a kezelésében. Ha nem lennének ezek a eszközök, eljárások és körülmények, akkor azt jelenti, hogy az ilyen betegségbe szenvedő fiatal például, vagy gyermeknépesség már eleve olyan óriási hátránnyal indulna az életpálya során, amelyet minden eszközzel csökkenteni kell, mérsékelni kell, hogy ez sem a iskolai, sem majd a munkakörülményeiket és a távolabbi életkilátásaikat ne befolyásolja negatívan.